Folytatjuk tovább a délelőttet, és ahogy mondtam, egerekről fogunk beszélgetni, mégpedig a színes egér foglalkozásokról. Itt van már velem a stúdióban Mészáros János, a Két Egér könyvesboltból. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szeretettel köszöntelek ismét. Hát nálatok nem csak könyvekkel várjátok a gyerekeket, a fiatalokat, az ifjúságot, hanem programokkal is. Hogyan indult el ez? Hogyan lehet egy könyvesboltba akkor a különböző programokat bevonni? Hát valóban, és ahogy mondtad, a színes egérrel kezdtünk, tehát ez egyetlen programunk volt kezdetben, ez volt a színes eger mindig szombat délelőtt. Ennek egy olyan célja volt, hogy mi egyszerűen akkor kezdtük, és ismertebbé tegye a boltot. Tehát volt amikor könyvbemutató volt amikor művészeti foglalkozás, és ez a szombati foglalkozásnál így is már, de az ott a hétféle más foglalkozás is van a hét folyamán. Tehát így indult abszolút marketing szempontból. És ezzel az olvasókat szólítjátok meg, vagy a szüleiket inkább? Hát ebben abszolút a gyerekeket szólítjuk meg, tehát hogy ahogy, hát ugye ezt már beszéltünk korábban, hogy a gyerekkönyvesboltnál ez a furcsa helyzet van, hogy más a vevőm és más az élvezője annak a terméknek, de hogy a foglalkozás az abszolút a gyerekeknek szól. És azért azt mondtam, hogy csak marketing, de ez nem egészen így van, mert hogy ugye nekünk múzeumpedagógiai művészeti könyveink vannak, tehát saját kiadási könyveink, és nagyon sok foglalkozás művészeti és múzeumi témájú, sőt, tehát van múzeumi táborunk is, ahol múzeumokba megyünk kifejezetten. Mit jelentenek ezek a művészeti, irodalmi foglalkozások? Az irodalmi az általában könyvbemutató, tehát ez eléggé adja magát egy könyvesboltban, de volt olyan, amikor fordító jött hozzánk, és a műfordításról beszélt nagyobbaknak, szoktak jönni illusztrátorok, és akkor kifejezetten ilyen kisebb szakmai összejövetelek is szoktak lenni akár gyerekeknek is. Tehát ez az irodalmi része a dolognak, és tényleg nálunk nagyon erős a művészeti. Tehát hogy a kézműves szót például nem is használjuk, mindig művészeti szót használunk. Na ezt a művészeti foglalkozásokat hogyan lehet összepárosítani akkor az irodalommal, vagy ugye a könyvekkel? Hát a gyerekirodalomnál az egy nagyon erősen illusztrált irodalom, tehát nagyon ritkán megy kép nélkül, különösen a kisebbeknek való, és nekünk amúgy is fontos a vizualitás, tehát van egy ilyesfajta küldetésünk, hogy a vizuális kultúrát erősítsük, ami Magyarországon ilyen, de nem felemás módon, tehát van ahol erős, és van, ahol meg még van tennivaló. Itt könyvek, mindig hozol magaddal egy csomó könyvet, és ugye könyvekről, újdonságokról beszélgetünk most így. Amiket hozol, általában azért azok gyönyörű illusztrációkat tartalmaznak, de azért persze ott is vannak néha egy kicsit gyengébbek. Mit engedtek be ti a könyvesboltba? Van valami határ, hogy na ez túl gagyi, és akkor ezt nem szabad? Van ilyen, tehát hogyha valami legyen benne jó, tehát vagy legalább jól nézzen ki, vagy legalább jól legyen a szöveg, szóval az kettő együtt ne legyen rossz, ez vagy olyan, amit mi nem fogadunk el. Tehát elképzelhet, hogy ez egy roppant népszerű dolog, de mi mégis azt gondoljuk, hogy ez nem való hozzánk. Engem van, hogy fölbosszantanak a gyerekkönyvek, mert hogy már bocsánat, de hogy ne nézzük hülyének a gyerekeket, szóval hogy ne adjunk már gagyit a kezükbe. De erről neked mi a véleményed? Vagy hogy sokszor így ilyen leegyszerűsítjük ezeket a dolgokat? Hát ugye egyfelől tényleg így, tehát hogy így működik a gyerekirodalom, tehát hogy van egy része a gyerekirodalomnak, ami a szülőnek írtó felhasztó, a gyerekek meg ezerszer kérik, és ez nagyon nehéz meghúzni ezt a határt, hogy hol van az ami gagyi és elfogadhatatlan, és ami egyszerűen nagyon jól megcélozza a gyerekeket, és hát de nem a szülőnek írodott. Tehát hogy itt most érzem, hogy kicsit kibújtam a kérdésből, de hát az igazság, hogy amit mi csinálunk, az egy ízlésdiktatúra. Tehát azt mondjuk, hogy szerintünk ez nem elfogadható, és ezt nem áruljuk, és ezt vállaljuk is, hogy lehet, hogy ebből elesünk némi pénztől. Ízlésdiktatúra, tetszik ez a szó. Volt-e nálatok farsang most, ugye még pár napig a farsangi időszakot éljük? Hát volt már két farsangi foglalkozás, volt maszkkészítés, múlt héten meg szobákat készítettünk, meg csápokat, meg mindenféle feljelentő dolgokat, és
általában a skandináv ház szokott nálunk farsangot tartani, most volt, amikor dán farsang volt, hordó szétveréssel, és a többi most egy könyvbemutató, szintén egy skandináv könyvbemutató lesz, ami egy olyan könyv, ami egy nagyon hosszú térről szól, hogy nem akar az Istenek se eljönni a tavasz. Mimbo Jimbónak a története. Igen. Ez egy ilyen szempontból tényleg farsangi könyv, vagy egy tavaszváró könyv. Mimbo Jimbo egyébként. Jimbo? Mindenki így mondja, de ugye egy skandináv könyv, itt azért nem jimbozunk, de van ennek egy ilyen mediterrán hangulata a címnek valóban. Igen, de amúgy a skandináv gyerekkönyvek, azt is többet hoztál már be, akkor azok valahol etalonnak számítanak? Hát egy nagyon vizuálisan és irodalmilag nagyon igényesek, és vizuálisan is nagyon tudatosan fejlesztették ezt egy ilyen igényes termékké. Tehát ez akár Svédországban, akár Norvégiában megfigyelhető, hogy ez egy törekvés volt, akár államilag is támogatott törekvés, hogy egy igényes termék, nemzetközileg eladható termék legyen a gyerek. Én még mindig magamon nevetek, hogy legyimboztam a szegény Jimbót. Ja, mindenki így mondja, tehát ez nem. Rajzoló egér klubotok is volt január végén, ez megismétlődik majd? Rajzoló egér az hetente van, ez egy kisiskolásoknak való foglalkozás, itt különféle technikákkal dolgoznak, tehát mindig vagy egy téma, vagy egy technika áll a középpontjában egy-egy foglalkozásnak, ezt Mári Marian, ő illusztrált, ő tartja. És pont ez ma van csütörtökönként, délután 5-kor. Holnap pedig papír és paca. Igen. A papírpaca ezt két képzőművész tartja, fiatal képzőművész, Mendeci Karina és Lépás Júlcsi, és ők általában, tehát ott valamilyen furcsán megfogalmazható dolog, hogy valamiből lesz valami, tehát azok lehetnek kartonok, mindenféle alapanyagok, amivel nem gondolnád, hogy az lesz belőle, amit ők kihoznak. Tehát, hogy mindig elképesztő tárgyakkal távoznak a gyerekek erre a foglalkozásról. Keddenként pedig krep-tapír nap van. A krep-tapír az egy nagyobbaknak való foglalkozás, tehát felsősöknek, meg középiskolásoknak animációs filmet készítenek nagyon szakszerűen, tehát hogy egy animációs filmkészítő tartja, Simon Fi Balázs egyébként. A mozgás is azért megjelenik, hiszen kedden a felnőtteket várjátok egy kis jogára, puskázok szombaton pedig a gyerekeket. Joga, igen. Tehát itt a kultúra mellett azért a mozgás is helyet kap. És akkor még a szerdai egérfiókáról nem is beszéltünk, ami meg kicsiknek való éneklős, mondókázós, szintén mozgós foglalkozás. Mennyien vesznek részt egy ilyen foglalkozáson? Nagyon, nagyon változik, azt szeretjük, ha sokan vannak. Mert egy más csoport élményt ad, tehát hogy a jogánál is mindig mondják, hogy amikor éppen betegség van és kevesen vannak, sokkal nehezebb az egész. És ilyenkor van lehetősége mondjuk a gyerekeknek, felnőtteknek oda menni, levenni egy könyvet, szóval egy kicsit a könyvesboltot is kihasználni? Persze. Hát ez általában azt szoktuk kérni, hogy a felnőttek, ha csak nem nagyon kicsik, a gyerekek ne legyenek ott a foglalkozáson, mert a gyerekek sokkal könnyebben dolgoznak, meg jobban megnyílnak, vagy nem tudom. És a felnőttek meg ki szokták ezt használni, vagy nézik a boltot, vagy elmennek a csarnokba, szóval ott van közelben. Van tervetek 2018-ra, így ezekkel kapcsolatban, a programokkal kapcsolatban, hogy miket szeretnétek még megmutatni magatokból? Ami ilyen nagyon karakteres, azok a táborunk. Tavasszal lesz egy múzeumi napunk, most nem tudom megmondani, melyik múzeumban megyünk, tehát ez mindig úgy néz ki, hogy délelőtt múzeumban megyünk, délután a két egerben van foglalkozás. És sajnos az őszi tavaszi szünet az ilyen hülyén jön ki, hogy kb. Egy nap az, ami használható belőle, de ez nagyon népszerű szokott lenni, és ugye így vannak múzeumi táboraink nyáron, az 3 hét, és van kisebbeknek is, nagyobbaknak is. Milyenek ezek a múzeumi táborok? Minden nap elmegyünk egy múzeumba, így elég szerencsés a helyzet a boltnak, sok múzeum van a környékünkön, igaz, hogy ebből most bezárt 2, de mindig 3 helyette, igen, és mindig múzeumpedagógusokhoz megyünk, tehát nem mi tartunk a múzeumban foglalkozást, hanem ott amit ők tudnak adni, és ez mindig
vagy általában nagyon jó szokott lenni, tehát hogy, és nagyon érdekes, hogy ki hogyan tartja. De akkor a klasszikus nagy múzeumokba viszitek el a gyerekeket? Abszolút, igen. Tehát ha Ludwig múzeumba szoktunk menni, Nemzetibe, Petőfi Adami múzeumba, tehát nagyon sokfélébe, de voltunk Orvostörténetiben, voltunk a vendéglátóiparban, Óbudán, meg kiderült, hogy egy busszal el tudunk oda menni. Ez is egy fontos szempont, hogy ne kelljen rengeteget utazni, tehát hogy de hát ilyenek, és tényleg elképesztően gazdag ez a múzeumi világ Budapesten, tehát ezt így külön érdemes nézni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon gazdag a két egérnek a programja is, úgyhogy ajánlom mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát!